A PL legutóbbi hazai mérkőzése előtt érmeket vehetett át az Egyesület két utánpótlás csapata is, amelyeket még az előző bajnoki évadban elért eredményeikért kaptak a csapattagok. Nevezetesen mindkét társaság a saját korosztályának többfordulós megyei futsal tornáján szerezte meg az első, illetve a harmadik helyezést. Úgy gondolom, hogy mindegy, hogy egy csapat, egy egyesület életében a csapatai milyen osztályban szerepelnek, az éremátadó az mindig azért egy kellemes pillanat a mindennapi élet mellett. Na most ugye a klubon belül ugye több szakosztály is működik a bajnokság kiírásoknak megfelelően, és most két futsal torna volt az, amiben a csapataink érdekeltek voltak, úgymond az eredményesség szempontjából. Emellett ugye indultunk mi a bajnokságban, és ez a torna, ez egy úgymond egy ilyen régi emléknek, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, a felemelítése volt, mert amikor elkezdődött közel 10 évvel ezelőtt a megyei futsal bajnokság, akkor még tornarendszerben játszottak a csapatok, és most a bajnokság mellett lehetőség nyílt azoknak a gárdáknak, akik a heti rendszerességgel történő bajnokságban nem tudnak részt venni, hogy egy úgynevezett torna sorozatban, ami 4 hétvégére osztott be a labdarúgó szövetség részt vehetnek, de emellett nem volt kizáró ok az, hogyha valaki a bajnokságban is indult, és mi ennek kapcsán az összes csapatunknak, ahol versenye sorozatot írt ki a labdarúgó szövetség, mi beneveztünk. És az U15, illetve az U17 ért el olyan eredményt, ami miatt most a éremátadást meg tudtuk nekik tartani. A két együttes közül az U15-ösök nyakába bronzérem került a megszerzett harmadik helyért, míg az U17-es csapat tagjai bajnoki címet nyerve aranyérmeket vehettek át. Az U15-ös korosztályunk végzett ebbe a futsal torna sorozatban a harmadik helyen. Erről azt kellett tudni, hogy itt 7 csapat szerepelt ebbe a torna sorozatban. Hajdú Sámson, Hajdú Nánás, Létavértes, Vámos Pécs, Bíztrón, tehát azért voltak itt csapatok. 2 alkalommal Püspöklalány volt a házigazdája ennek a sorozatnak, az első 2 alkalommal. Igazából ekkor szerezte a legtöbb győzelmét a csapat. Aztán el kellett még egyszer menni Létavértessel és Berettyóújfaluba. Egy-egy ilyen alkalommal 3, illetve 4 mérkőzés játszottak a csapatok, és 6 győzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel a harmadik helyre sorolták be a klubunknak ezt a korosztályát. A legtöbb gólt itt ennél a korosztálynál Szabó Péter szerezte 10 góllal, mögötte pedig Nagy László végzett 9-el. A másik az U17-es korosztályunk volt, Daróczi Sanyi fémjelezte kis csapat, ő volt a trénerük, és ez a csapat is az U15-höz, a Márkóékhoz hasonlóan részt vett ebben a sorozatban, itt is 4 forduló volt, 12 mérkőzést játszott a csapatunk, és 100%-osan 12 győzelemmel sikerült neki az első helyen végezni. Itt is egy tornát sikerült megrendezni Püspökladányban, 2 volt Hajdúböszöményben, 1 pedig Berettyóújfaluban, és ezeken az alkalmakkor, ekkor az alkalmakkor a csapataink nem találtak legyőzőre. Itt a legeredményesebb játékosunk a Tóth Attila volt 27 találattal, mögötte pedig a másik helyen a Kolompár András végzett 19 góllal. Károlyi Albert érdeklődésünkre azt is elárulta, hogy miért csak most az új bajnokság harmadik játéknapján került sor erre az éremátadásra. Érdekes dolog volt ugye itt az érmeket, hogy mikor, meg hogy adjuk át. Ugye több olyan kiírás is volt, köztük az egyik az U13-as, ahol a Nagybencék 100%-os teljesítménnyel őszi, illetve tavaszi összevetésben a legjobbnak bizonyultak itt a B csoportban. Ott sem osztottak sem érmet, sem kupát, és úgy volt, hogy az U15-ös tornasorozatban sem lesz ilyen éremátadó, illetve semmilyen díjazás. Aztán mi már fölvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hogy lehet majd itt mégis valamit osztani, és ugye a szertárspor volt az, aki a szövetségnek szállítja az érmeket, kupákat, mindent, és felvettük le a kapcsolatot, persze lehet ezt magunknak is megrendelni. Aztán nézegettük itt az alkalmakat, hogy mikor kellene, meg hogy kellene. Hát nyilván még ugye ebbe az időszakban azért sokan nyaralnak, nagymamánál vannak, itt vannak, gyakorlatukat töltik, vagy esetleg dolgoznak, és úgy voltunk vele, hogy majd egy ilyen őszi időszakban ezt átadjuk, és egy nagy meglepetésként ért, hogy a Nádudvaron a kollégám Gere Csaba jön egy nap, hogy hozott nekem meglepetést, hát mondom, mit hoztál Csaba, és mondta, hogy kihozta már az U15-nek, meg az U17-nek a kupáját, meg az érmeit, mert mondták a szövetségben, hogy nem kerülgetik ott tovább.
ugye végül is úgy volt, hogy nem lesz, aztán mégse, közben mi ötször is voltunk bent, egyszer se jutott eszébe senkinek, hogy esetleg nekünk is, hogy rákérdezzünk, illetve ugye az ottani munkatársaknak, hogy átadják, aztán végül is ez így kikerült Püspöklanányba, úgyhogy kapva az alkalmon, gyorsan akiknek lehetett, szóltunk, reagáltunk, ugye köztük itt a helyi televíziónak is, aztán úgy gondolom, hogy ez egy, tényleg egy mindig kellemes pillanat, hogy egy sorozatnak a munkáját egy ilyennel tudjuk lezárni. Sokan lefutballozzák úgy az életüket, vagy egy-egy korosztályban azokat az éveket, amikor valahova tartoznak, hogy se egy érmet, se egy kupát, semmit nem akasztanak a nyakukba. Én úgy gondolom, sok mindenkinek volt ez most is az első. Én nagyon örülök, remélem, hogy nem az utolsó lesz, és bízunk benne, hogy a jövő szezonban is hasonlóan eredményesek leszünk.